tudsz jó? De ne húzzátok ki, az Oli hív, hogy elpróbáljuk. Ja, akkor te miért tudsz jobba? Tudok. Na, mi jobba? De az Oli szerepem jelenben. Na, azt nem jobba. Mátyás király, udvarhölgy, vadászat, faltörőágyú, sólyom és csirke. Eső, bob, fék. Hát még volt apród, hát ezek voltak. Fék, bob, tömeg, apród és eső. Zoli bácsi, szép a sólymom! 20 éve vagyunk a pályán, nem számoltuk, hogy hány nyáron csináltunk tábort. Az egész pályafutásunk, tehát a tanári pályánk mindjárt azzal kezdődött, hogy még nem is ismertük az iskolát, nem is ismertük a gyerekeket, de augusztusban már nekünk kettőnknek kellett a vadidegen gyerekeket táborozni, vinni, tehát ezzel úgymond bekerültünk egyből a mély vízbe. Aztán ebből szerelem lett, és hát ez reméljük, hogy még sokáig fog tartani. Természetesen ha lesz rá igény, vagy találunk olyan helyszínt, ahova a gyerekeket érdemes elvinni, akkor biztos. Na, szóval akkor Zoli bácsi meg én fogunk mindenképpen kezdeni. Jó, hogy Arti boldogjon benneteket egy kicsit a feszültség meg az izgalom. Visegrádon volt egy bobpálya, ami mindenki felült. Persze én voltam a leggyorsabb, versenybe mentünk. Természetes. Úgyhogy kérem a kedves nézőket, hogy engem szavazzanak be. Igen. Nem ki, hanem be. Hanem be. Lenne még egy kérdésem, hány ilyen pályát próbáltál ki, csak egyet, vagy esetleg több pálya is működött? Hát az összeset természetesen. Végül is minden nap jó programok voltak, de talán az evezés volt a legjobb, és a tegnapi pesti esti séta. Nekem nagyon tetszett a bobozás, pláne, hogy új bobpálya készült, azt ki is próbáltuk, és nekem is az evezés, mert ezt még nem nagyon gyakoroltam. Nekem az evezés nagyon tetszett, és a bobozás. Uram, királyom, menjen el az erdőbe vadászni, hogy legyen estére vacsora. Én voltam Mátyás király. Én voltam a főszereplő, és én hoztam meg az ítéleteket. Ez egy nyári tábor, a felső tagozatos gyerekeknek a tábor, annak ellenére, hogy néhány alsó tagozatos gyerekünk is van. Július 28-án érkeztünk ide Szentendrére a Papszigeti kempingbe, ahol igaz, hogy mi nem faházakban, hanem kőépületben, egy motelben lakunk. Hát sajnos az égiek nem fogadtak a kegyeibe bennünket. Hétfő estétől csütörtök estig az égi áldás az jött, bár a szomszédságunkban itt van egy strand, hogy igazándiból ezt nem tudtuk kihasználni, de ennek ellenére a gyerekek nagyon vidámak voltak, és én azt hiszem, hogy így is, ahogy a műsorban is látható volt, rengeteg programot sikerült összehozni a héten, és reméljük, hogy nagyon jól érezték magukat. Na, mit isztok? Fanta. Schweppes. Értem, az még egy csodálás, hogy sem van. Fanta, Schweppes, chill drinks. Értem, akkor egy chill drinks, egy Schweppes és egy Fanta. Nem. Egy Fanta, egy Schweppes és egy chill drinks. Értem, és én mit hozzad? A bombát. Micsoda? Egy bombát! Volt, aki a jelmezeket készítette, én írtam, ketten írtuk pontosabban, és volt, aki a párbeszédeket találta ki. A feladatok érdekessége az volt, hogy 6 szót írtam, vagy írtunk fel egy papírra, és a gyerekek szobánként egy cetlit húztak, mivel hogy 6 szoba volt. És azért így alakultak a történetek ahogyan, mert ezeket a szavakat kellett a történetbe beágyazni. Tehát ezt egy kívülálló nem tudja, de mi, akik itt voltunk, és ugye együtt éltünk egymással 32-en, mi ezt nagyon jól tudtuk, hogy a eléggé össze nem illő szavakból kellett nekik, vagy szavak segítségével kellett egy jelenetet megalkotni. Igyekeztünk a szavakat úgy megválogatni, hogy egy-egy programhoz kapcsolódjanak, vagy egy-egy helyszínhez. Hát nem mindegyik produkcióból jött ez, de ez egyáltalán nem baj, hiszen ez a dolognak a lényege, a gyereknek a fantáziája, amit tud összehozni belőle. Mivel húztunk egy olyan szót, hogy esernyő, ezért kellett egy esernyőnek darabban lennie, valamint hát ugye mi ketten voltunk tudósok, és hirtelen nem tudtuk, hogy milyen varázsköpenyeget vagy mit szerezünk, ezért esőkabátba öltöztünk be.
valamint hajóra volt szükség, és autóbuszra, székekkel tudtuk megoldani, és azt, hogy kik a szereplők, azt pedig felírtuk egymásra, és úgy tudtuk meg, felragasztottuk lapra. Vannak előre nem tervezett programok, hiszen a helyszín nagyon sokszor adja magát, hogy találunk itt egy olyan lehetőséget, vagy ötletet, amit viszont nem szabad kihagyni. Így volt ez az idén is. Na emberek, ki az már, hanem mi? Szuper! Oké.